Fidesz-KDNP győzelem Heves megyében. A megyei közgyűlés új elnöke, dr. Juhász Attila Simon bemutatta a képviselőket az Egri megyeházán. Tóth Csabára és Szabó Robertre alelnökként számít majd a tanács. Én megtisztelőnek tartom ezt a felkérést. Én mindig is ott igyekszem a legtöbbet nyújtani magamból, ahol erre szükség van, és a megyémért dolgoztam eddig is, Heves megyéért, nagyon örülök neki, és boldog vagyok, hogy a jövőben is a megyémért tudok tovább dolgozni, még ha egy másik pozícióban is, és bízom benne, hogy továbbra is azt az értékeket és azt a szellemiséget, amit eddig is képviseltem a munkám során, azt lehetőségem ezt tovább vinni. Hazánk 19 megyéjéből Heves megye az egyik, ahol a Fidesz-KDNP győzelmet aratott az októberi önkormányzati választáson. Ráadásul kiugróan magas szavazati arányjal, hiszen 60%-os támogatást kaptak a választópolgároktól a megyei listán. Ilyen nagy felhatalmazást még soha nem adtak a választópolgárok, mondta a keddi sajtótájékoztatóján dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés leendő elnöke. A legfontosabb feladata a Heves megyei közgyűlésnek az a területfejlesztés lesz, és itt a területfejlesztésben az lesz a legnagyobb munkánk, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk, hogy azokat a fejlesztési forrásokat, amik megszerezhetők Heves megye számára, ezt az országgyűlési képviselőkkel válvetve ide tudjuk hozni Heves megyébe, és utána eljuttassuk azokra a településekre, ahol a polgármesterek úgy gondolják, hogy érdemes fejleszteni Heves megyében a településeket. Én úgy gondolom, hogy minden polgármester, mind a 121 polgármester így gondolkodik Heves megyébe, és ebben partnerséget is ajánlunk mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy számít a Heves megyei közgyűlésre, a Heves megyei önkormányzatra, az forduljon hozzánk bizalommal, segíteni fogjuk a településeket annak érdekében, hogy a fejlődés az tovább folytatódjon. A jövőben is polgári értékeken és keresztény alapokon nyugvó munkát kívánunk végezni, szoros szövetségben az önkormányzatokkal, tette hozzá az elnök. A Fidesz-KDNP Heves megyei listáján jutott be a közgyűlésbe Szepesi Ádám, Csík Balázs, Kovács Béla, Kómár József, Rozmán Éva, valamint Tuza Gábor is. A megyei testületben 9 kormánypárti és 6 ellenzéki képviselő dolgozik majd.